Parlamenti választásokat tartanak Izraelben, 4 éven belül már 5-5-ször. A közvéleménykutatások többsége szerint továbbra is a Benjamin Netanyahu volt miniszterelnök vezette Likud párt szerezheti meg a legtöbb mandátumot a Knessetben, de nem világos, hogy sikerül-e többséget szereznie tisztán jobboldali vallásos koalíciója számára. Patthelyzet is kialakulhat a Netanyahu támogató és a centrista Van Jövő pártot elnöklő Jair Lapid vezetésével ellene induló pártok között. Politikai elemzők szerint a zsidó állam lakosságának 1/5-ét kitevő arab kisebbség részvételi aránya döntheti el a szavazás eredményét.